pásztorételekről, személyes szatmári élményekről és egy memoárból készült kiadvány is megjelent a Lubi Társaság gondozásában. A különböző témájú könyvekben közös, hogy a szatmári emberek mindennapjairól, kultúrájáról, történelméről szólnak. Bene János történész, szaploncai Lubi Lajos egykori nagyari földbirtokos emigrációjában készült írásaiból szerkesztett hiánypótló kötetet. Megismerhet egy olyan szatmári birtokos nemest, aki azon kívül, hogy a lovat, a földet, a gazdálkodást szerette, imádta, ha ezt a szót is használhatjuk, hogyan élte át a II. Világháború poklát, mint huszár tiszt, mint huszár tartalékos tiszt, miközben mindig az volt a vágya, hogy gazdálkodhasson, itthon lehessen, és valamit tegyen a falujáért, a közösségét. Kis József penyigei pedagógus különleges néprajzi gyűjtőmunkája a Pásztortűzön 66 szatmári pásztorétel címmel a mára szinte feledésbe merült szakma mindennapjait, eredeti receptjeit közli. A harmadik kötet Borbé Balázs Szatmári kalandozások című kiadványa, melyben a szerző saját élményein keresztül közel 50 települést mutat be olvasmányosan. Én elég sokat csavarogtam itt a környéken, főleg biciklivel. Nem is olyan régen is, de gyakorlatilag elég sok időt töltöttem azzal, hogy bebarangoltam a gyarmati meg a csengeri járás összes települését. Közben fotózgattam, figyelgettem, beszélgettem, megálltam, nem siettem, és ahogy telt az idő, úgy ezek az élmények, ezek a tapasztalatok, ezek kezdtek úgy kikívánkozni belőlem, és először ilyen rövidebb írások formájában, később aztán kicsit hosszabb lére engedve próbáltam ezeket megörökíteni. A Lubi Társaság 2013-ban azzal a céllal jött létre, hogy feltárja és bemutassa a Lubi család szatmári nemzedékeinek közéleti kulturális tevékenységét. Megalakulásuk óta történelmi filmek készültek, valamint társasjáték is megjelent már gondozásukban. A könyvek egyrészt eljutnak a közkönyvtárainkba, illetve a helytörténeti gyűjteményekbe, de mi igazán ezekkel a könyvekkel a szatmári embereket szeretnénk tájékoztatni, hogy ők maguk is ismerjék meg, csodálkozzanak rá, és értékeljék ezeket, merüljenek el a múltban. Kicsit most itt ugye nagyon célirányosan vannak összegyűjtve az egyes területek, ezrészt a saját ismeretünket, önbecsülésünket tudjuk ezzel növelni. Természetesen másoknak is szól a könyv, akik kíváncsiak a szatmári ember egykori életére, akár területen. A Lubi Társaság jelenleg több mint 70 tagot számlál, köztük kutatókat, történészeket, akik a szatmári településeken és a helyi levéltárakban is értékek után kutatnak.